Újabb szigorítások léptek életbe hazánkban március 8-ától. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet szerint az üzleteket be kell zárni. Azonban kivételt jelentenek ez alól az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a dohányboltok, a drogériák, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piac és a termelői piac. Az emberek véleménye megoszlik arról, hogy mennyire voltak szükségesek a bezárások. Úgy gondolom, hogy szükségszerű volt. Én nem örülök neki, de hát nem tudunk ellene mit. Egyszer így döntöttek, hogy ez fontos. Vannak azonban olyanok is, akik nem ennyire elfogadóak. Nagyon mérges vagyok. Semmi értelme nincsen szerintem. A bizonytalanság miatt megugrott a rendelések száma ebben a bátaszéki virágboltban. Töttős Nóra elárulta, hogy több százezer forint értékű árukészletet vásároltak fel, hiszen az egyik legforgalmasabb, legjelentősebb napra készültek, a nőnapra. Pont tegnap jöttem meg Budapestről a virágpiacról, megálltam az autóval, bejöttem a virágüzletbe, és akkor pont akkor jelentették be, hogy akkor 8-án be kell zárnunk. És... Hát ez azért is nagyon szomorú, mert pont csütörtökön jött meg majdnem, hogy az összes virágunk. Ami ilyenkor a virágosoknál szerintem az éves kiadásából az egyik legnagyobb kiadás és bevétel. Az interjú elkészülte után bejelentették, hogy a virágboltok egynapos moratóriumot kapnak a bezárásra, így március 8-án nőnapon még nyitva tarthattak. Ez a dombóvári kreatív hobbibolt is bezár 2 hétre. Ilia Beáta 3 üzletet vezet a városban, ez az egyik. Arra is készülnek, ha a másik 2 üzletüket is be kell csukniuk. Magánemberként egyet értek vele, mert ezt a vírust biztos, hogy valahogy meg kell fékezni, és valószínűleg csak ilyen korlátozó intézkedések keretében lehet megoldani. Vállalkozóként nyilván más a helyzet, ott már kicsit fáj az embernek a feje, hogyha tizenvalahány munkavállaló sorsáról is dönteni kell. Jelen üzletünket úgy néz ki, hogy be kell zárjuk. Erre a 2 hétre, reméljük, hogy csak erre a 2 hétre, és nem hosszabb időtartamra, mert az ember egy ilyen magyar kisvállalkozás ilyen időtartamot azért még átvészel. A hosszabbról még nem merek nyilatkozni, de így sem egyszerű mondjuk egy havi költségvetést 2 heti árbevételből fedezni, de hát azért vagyunk vállalkozók, hogy majd valahogy megoldjuk. Úgyhogy kicsit vegyesek az érzéseink, meg de a hozzáállásunk szerintem pozitív, és fejet hajtunk, úgyhogy amit meg kell tenni, azt megtesszük. Nyilván vannak a vállalkozásnak fix költségei, amit a tartalékokból, átcsoportosításokból kell fedezni, és hát mivel mi alapvetően kereskedünk, gyártás is van, de hogyha a cégünk 3 üzletét nézzük, akkor alapvetően kereskedünk, úgyhogy mégiscsak a nyitvatartás és az azzal szerzett árbevétel az alapja az egész működésünknek. A cégvezető kitalálta, miként lehetne úgy foglalkoztatni a több mint 10 munkavállalóját, hogy ne kelljen őket szabadságra küldeni, vagy éppen elbocsátani. Egyik üzletünket leleltározzuk, a másikban pedig, ahol lapszabászattal foglalkozunk, ott nyilván a felvett rendeléseket folyamatosan teljesítjük, vagy legalábbis a szabást, a mindenféle munkálatokat vele azt elvégezzük, úgyhogy tudunk mindenkit foglalkoztatni. Ilia Beáta azt mondja, megérti a korlátozó intézkedések szükségességét, ám a 2 heti árbevétel kiesést az ő vállalkozásuk is megérzi. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint a bezárások után lesznek olyan üzletek, amelyek nem tudnak kinyitni többé. Elsősorban a ruházati és egyéb termékeknél van egyfajta gond. Hasonló gondokkal keresnek bennünket a virágkereskedők, bár itt azért van egy olyan lehetőség, hogy piacon árulhatnak, illetve van még mindenkinek egy lehetősége valamennyi boltnak, hogy házhoz szállítással élhet. Tehát vannak lehetőségek arra, hogy tudjanak működni. A szolgáltatások területén sokkal komolyabb gondok vannak. Itt gondolok a személyi szolgáltatások, illetve az egészségügyi szolgáltatásokra. Itt a kozmetikus, fodrász és a többi ebben a üzletkörben
nem nyithatnak ki, és itt ugye ezek bolthoz kötöttek. Kicsit kevésbé értem, hogy miért ezek területen van ilyen szigorítás, hiszen ezek általában egyszemélyes szolgáltatások, tehát egy vevő van, meg egy eladó. Mindegyik olyan szektor van, ahol bezárás most kötelező, ott 50%-os bértámogatás adnak. Hát ez nem azt jelenti, hogy ezzel lehet kompenzálni a kiesést, de egy részét igen. Sajnálatos módon már látszik, hogy lesznek majd olyan tevékenységek, illetve szolgáltatások, amely a pandémia lejárta után már nem fognak működni, mert ez a sorozatos hátrány sok vállalkozót arra inspirált, hogy talán jobb lesz most már más után nézni. A szigorítások előreláthatólag március 22-ig tartanak majd.